pozitív lett a terhességi teszt, tényleg nagy volt az öröm, és hát tudtuk jól, hogy az első jelentősebb vizsgálat az a 12. heti ultrahang vizsgálat, genetikai ultrahang vizsgálat, és rekeszt-izomsérvre vonatkozólag kaptunk papírt, hogy annak a gyanúja merült föl, de hogy néhány hét múlva meg kell ismételni a vizsgálatokat. És utána eltelt egy bő hónap úgy, hogy mi azt hittük, hogy minden rendben van ezzel a terhességgel, és egy véletlen folyamán derült ki egy ultrahangvizsgálaton, hogy maguk tudják, hogy ez a baja a babának? És akkor jött a második sok. Ez egy fejlődési rendellenesség, amire lényegében nincs magyarázat. Mi úgy gondoljuk, hogy a 6. és a 8. hét között volt egy olyan időszak, amikor hirtelen megnőtt a kisbaba, és igazából neki hiányzik a rekeszizma. Ott nem záródott neki össze, és ezáltal a későbbiekben a belső hasüregi szervei felkerültek a mellkasüregébe. A szíve eltolódott jobbra, illetve hát minden szerve feljött a mellkasában, mert az a rekeszizom nem volt ott, hogy lent tartsa a szerveket. Az elején még 90%-ról indultunk a 16. héten, és utána hétről hétre ez az esély csökkent. De annyira lecsökkent, hogy már az 50%-nál is úgy gondoltuk, hogy akkor még megyünk tovább, hogy mit lehet tenni, hogy velünk maradhasson. Elmentünk egy másik klinikára, ahol műtöttek hasonló betegeket, gyermeksebészetre, újszülött osztályra, mindenhol jártunk, és igazából azok a doktorok is megerősítették, hogyha esetleg megszületik, és ha esetleg túléli, és ha esetleg műtétre kerül sor, és ha esetleg a műtétet is túléli, akkor sem lesz teljes élete. Annyi ha volt ebben a történetben, hogy igazából kimondatlanul mindenki abba az irányba vitt minket, hogy ez nem csak nekünk szenvedés, hanem főleg a babát tartottuk szem előtt, hogy ez neki egy kín napról napra, és nem tudjuk, hogy hány órát vagy hány napot élhet így. Néha már a szavak se kellettek, amikor az orvos így sóhajt, és az arcát a tenyerébe temeti, és utána úgy fordul felénk, hogy akkor ez van a babával. Tehát. Vagy az ultrahangvizsgálatnál, egy másik orvosnál ott a személyzet volt az, hogy kiment sírni például az asszisztens hölgy. Tehát így. Tehát ez sok mindenkit megérintett. Soha életemben én, és szerintem a feleségem se hozott még ilyen fajsúlyú és ilyen nehéz döntést. Erre mondta a genetikus orvos, hogy maguk ezek után soha nem lesznek ugyanazok az emberek. Minden kis apró jelre oda kell figyelni, pláne hogyha ne adj Isten valamilyen anomáliára derül fény, vagy akár csak a gyanúja fölmerül ennek, akkor ne álljanak meg, ne feltétlenül álljanak meg egy szakvéleménynél, hanem nyugodtan másod, harmad, akár negyed véleményt is kérjenek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy valóban szemben állnak azzal az adott problémával, vagy az nem áll fönn éppen. Illetve, hogy támogassák egymást, és a döntést is együtt hozzák meg. Így van. És segítsék egymást a későbbiekben is, mert egy ilyen tragédia akár a házasság rovására is mehet, vagy megerősíti, esetünkben még erősebb lett, sokaknál viszont a válásig is vezethet. Így van, és a döntés része, hogyha ne adj Isten egy ilyen helyzetbe kerül a pár, akkor ott addig kell beszélgetni, amíg közös álláspont nem alakul ki. Tehát az nagyon fontos, azt hiszem. Igen.